távcső felfedezése utáni 3 évszázadban a csillagászok kisebb-nagyobb távcsövekbe tekintve a műszerek és a szemük segítségével fürkészték a világegyetem titkait. Mára ez gyökeresen megváltozott. A fotoelektromos fényességmérés, a fotográfia, majd a digitális képrögzítés megjelenésével a megfigyelések teljesen függetlenné váltak az emberi érzékeléstől. A távcsöveket pedig egyre inkább integrált rendszerként építik meg. Több műszer összekapcsolásával nem csak gyorsabban tudunk adatokat gyűjteni, de a képek részletessége is ugrásszerűen javul. A detektorokat olyan szuperszámítógéprendszerekhez köthetjük, amelyek nagy égterületek átfogó, automatikus és nagyon részletes vizsgálatát is lehetővé teszik. Így vált a csillagászati megfigyelés nagy mértékben hálózati és közösségi tudománnyá, felváltva a csillagászokról kialakított és talán még 100 évvel ezelőtt is helytálló sztereotípikus képet. Ennek a folyamatnak látványos eredményeit tekintjük át az előadás során. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az előadás sorozat keretein belül nekem jutott először az a megtiszteltetés, hogy az obszervatóriumban is, meg általam folyó kutatásokat is, meg az általam végzendő kutatásokról is beszélhessek. És most ebben a körben a bolygók világába szeretném önöket elkalauzolni. Itt érinteni fogunk mindenféle témaköröket, például azt is, nagyon tág kontextusban és nagyon szabadon értelmezve, hogy mi most hogyan kerültünk ide. Azután ez lesz az előadásnak az első fele, a második felében meg majd arról beszélgetünk, hogy ugye számos exobolygórendszert ismerünk, arról mesélek majd, hogy hogyan fedezik ezeket fel, hogyan fedezzük ezeket fel és hogyan vizsgáljuk őket. Vágjunk akkor bele. Először én úgy gondolnám, hogy azt kell megbeszélnünk, hogy mitől lesz bolygó egy bolygó. Na most ehhez a 2006-ig kell visszanyúlnunk, amikor a Nemzetközi Csillagászati Unió eldöntötte, hogy az a kis fehér pöttyöt az ábrának a jobb szélén, a Plutó az nem lesz bolygó. Ugyanis ahhoz, hogy valamiről, egy objektumra azt mondhassuk, hogy bolygó is mondjuk nem a Nap, meg nem a Plutó, mert az egy törpe bolygó, ahhoz ezt a három feltételt kell teljesíteni, névlegesen, hogy a Nap körül keringjen, mert ez adja magát, azután, hogy elég nagy tömegű legyen ahhoz, hogy gömb alakúnak tekinthessük. Ez a kettő egyébként a Plutóra is teljesül, viszont a Plutó a saját pályáját azt nem igazán söpörte ki, magyarul vannak még vele jól összemérhető, meg sokkal kisebb égitestek az ő pályáján, következésképpen a Plutót azt nem számoljuk bolygónak, így azután a naprendszerünkben 8 darab bolygó van, 4 kőzet bolygó, ezek a Merkur, a Vénusz, a Föld és a Mars, illetve 4 óriás bolygó, ebből 2 gázóriás, a Jupiter és a Szaturnusz, illetve 2 ezt jégóriásoknak szoktuk nevezni, de maradjunk az óriás bolygónál, az Uranusz és a Neptunusz. Nagyon röviden szeretném csak ismertetni ezeknek a különböző bolygótípusoknak a belső szerkezetét, erre a későbbiekben még lesz szükségünk. A Föld, mint a kőzetbolygók prototípusa, ezt ismerjük igazából a legjobban, teljesen érthető módon itt vagyunk rajta, ennek van egy forró, fémekből, kőzetekből álló magja.
amit egy külső, szintén forró mag vesz körül, amit meg egy szintén forró és konvektív mozgásokkal, meg minden egyébben telelévő köpeny vesz körül, és ezen van az a kőzet réteg, az a kontinens réteg, amin mi vagyunk éppen most. A másik jellegzetes képviselője a naprendszernek az a Jupiter, aminek egy relatíve kicsi kőzetmagja van, ez látható ott fönt jobb oldalt, amit mindenféle hidrogén és hélium rétegek vesznek körül. Ez a bolygónak az összetétele az teljesen hasonló a nap összetételéhez, sőt, majdnem megegyeznek, mivel a sugara az kb. Tizede a nap sugarának, egy kis térfogat számítása nagyon egyszerűen belátható, hogy hiába ez a legnehezebb bolygó a naprendszerben, még így is a napnál lényegesen kisebb, a tömegének csak ezrede vagy még talán kevesebb is. Illetve a harmadik bolygó típus, amiről szó kell, hogy essen, az a Neptunus-szerű bolygók, mint prototípusuk a Neptunus, itt alul látható. Ennek is egy kőzet magja van, ennek a szerepét hamarosan meg fogjuk érteni, viszont ennek a légkörében inkább ammónia, meg egyéb nitrogénes, meg szerves dolgok találhatók. Azt mondtam, hogy megértjük majd, hogy hogyan kerültünk mi ide, de ennek a gondolatnak a kiterjesztéséhez az kicsit kevés, hogy a naprendszerünkben van 8 bolygó, amit ismerünk, mert az mégiscsak 8 darab bolygó, annál lényegesen többet is szeretnénk tudni. Na most már olyan 30 évre nyúló, sőt már igazából több mint 30 évre visszanyúló kutatási eredmény az, hogy léteznek már pedig exobolygók, azaz más csillagok körül keringő bolygók, méghozzá nagy számban. Szinte minden csillag körül léteznek ilyenek. Ezeknek az eloszlását láthatjuk itt, ezen a nagyon szép pöttyözött ábrán. Senki ne ijedjen meg, kérem, a tengely feliratoktól. A függőleges tengelyen látjuk a bolygóknak a méretét, és konkrétan a sugarukat, méghozzá a Jupiter sugárban kifejezve, erre azért van szükség, mert ha azt mondom, hogy 60 ezer kilométer a sugara, akkor ezt én sem fogom kontextusban helyezni tudni. Cserébe azt mondom, hogy mondjuk 0,9 Jupiter sugár, akkor én már értem, meg hamarosan önök is legalábbis megtapasztalják, hogy az már majdnem akkora, mint a Jupiter, és ez jó, ezt ilyen mértékességben kell kifejezni. A horizontális tengelyen pedig a bolygóknak a keringési periódusát láthatjuk, napokban kifejezve. Senki ne jegyjen meg attól, hogy itt logaritmikus skálák vannak, ennek csak az a jelentősége, hogy így szebben látszanak az ábrák, a csillagászok szeretnek ilyeneket művelni. Minden esetre, hogy érezzük, hogy mekkora jelentősége van az exobolygók létének és felfedezésének, az első fősorozati csillag körüli exobolygóért, ennek a fő felfedezéséért, ami az 51 Pegasi nevű csillag körül kering, következésképpen a neve a bolygónak 51 Pegasi B, kis B, azért 2019-ben fizikai Nobel-díjat adtak, legalábbis ennek a Nobel-díjnak a felét. A fősorozati kifejezéstől se jegyjen meg senki, ez csak azt jelenti, hogy olyan, mint a nap, vagyis a magjában hidrogénból héliumot fúzionál, ami meg egy olyan dolog, aminek nagyon örülnénk, hogy a Földön is menne, mert így lenne a fúziós erőművünk, és így lenne aztán végtelen energiánk, vagy legalábbis szinte végtelen energiánk. Cserébe ez, ha jól tudom, az elmúlt 50 évben, és most is, mindig vagy 20 évnyire vagyunk attól, hogy ilyen működőképes erőművünk legyen, tehát majd egyszer. És amint azt már többször is mondtam, helyezzük magunkat kontextusba. Mi itt, meg a naprendszerünk, az, amit itt az ábrán látható, ez most, ezek a pontok ugyanazok, mint az imént látottak, csak most már szürkével, a naprendszer bolygóival kiegészítve, meg azoknak a neveivel. Azt kell éreznünk, hogy mi itt semmiben sem különbözünk attól a többi bolygórendszertől, amit ismerünk, talán abban az egyetlen egy dologban, hogy a naprendszer bolygóinak jellemzően nagyobb a keringési periódusa. Ennek egyszerűen az az oka, hogy még nem figyelünk meg elég nagy pontossággal, elég régóta bolygórendszereket, hogy mindenféléket észleljük nagy számban, de majd idővel, majd ahogy alakul. Ugye ez egy elég fiatal tudományterület. Így aztán, hogy most érezzük, hogy bolygórendszerekről beszélhetünk egyszerre az exobolygókról és exobolygórendszerekről, meg a naprendszerről, így aztán kétféle megfigyelési módszert tudunk felvetni a bolygók keletkezésekre. Az egyik az, hogy a naprendszerben lévő objektumokat, azokat akár űreszközökkel, úgyhogy oda megyünk, hozzájuk, megnézzük és jó alaposan megvizsgáljuk. Vagy alternatíve,
nagyon nagy mennyiségű exobolygó rendszert fedezünk fel, és figyelünk meg. Én az utóbbival foglalkozom személy szerint. Az, hogy hogy kerültünk ide, a két előadással korábban beszéltünk arról, hogy univerzumnak hol van eleje, meg hol lesz a vége. Én ennek a közbelső kis szegmensét szeretném megragadni most. A csillagkeletkezés, és ezzel kapcsolatban és párhuzamosan a bolygókeletkezés, az úgy indul, hogy veszünk egy jó nagy por és gázból álló felhőt. Ennek a nagy része jellemzően hidrogéngáz lesz, lesz benne valamennyi hélium is, de egyébként főként por. Na, mármint, hogy a maradék, meg fémek. A por alatt fémeket is lehet akár érteni, ugyanis hát asztrofizikában, meg ugye csillagászatban egyébként elég könnyű a kémia, így első közelítésben, de legalábbis a periódus rendszer, mert vannak hidrogén, meg van hélium, meg a minden más az fém. Így még én is értenék a kémiához. Van egy ilyen nagy dögfelhőnk, amiből akár milliónyi naptömeg, ami akár milliónyi naptömegű is lehet. Nagyon sok csillag alakulhat ki egy ilyenből, de ez általános esetben, meg alapesetben egyensúlyban van, tehát ebben nem történik semmi, csak úgy van magában. Viszont ha valamilyen perturbáció hatására összehúzódás indul el, akkor beindulhat a csillagkeletkezés. Na most milyen lehet ez a perturbáció? Jellemző példái, például a szupernova robbanások, lásd két előadás múlva, de nagyon röviden a nagy tömegű csillagok életkoruk végén egy hatalmas robbanással, eszméletlenül, felfoghatatlanul nagy robbanással halnak meg, mondjuk így, és ez akkor összenyomhatja annyira ezt a gázfelhőt, hogy csillagkeletkezés induljon be. A másik lehetőség viszont az, hogy egy spirálgalaxis, lásd itt alul képen, nagy spirálkarjaival, de ilyen a tejútrendszer is, ennek a karja az átsöpör a gázfelhőn, ami aztán annyira megnyomja és összenyomja minden irányból, ha tömöríti, talán ez a legjobb kifejezés, a felhőt, hogy abban csillagkeletkezés mehet végbe. Vágjunk akkor bele a nagy falatba. Ez kicsit húzós lesz. Ahogy elindul a felhőben, vagy akár a felhő egy részében az összehúzódás, ennek a mag nevezzük, ahova össze fog húzódni, ott addig fog zajlani az összehúzódás, amíg aznak a magnak a hőmérséklete, az R nem éri azt a egyébként 10 millió kelvines iszonyatosan forró és elképzelhetetlenül forró hőmérsékletet, ami ahhoz szükséges, hogy fúzió tudjon beindulni, jellemzően hidrogén fúzió szeret itt beindulni, ugye így jutunk el a naphoz hasonló csillagokhoz, és mikor ezt a hőmérsékletet eléri a felhőnek a darabkája, akkor megáll összehúzódás. Van ennek egy alsó korláta, hogy mekkora lehet az a darabka, legalább mekkora kell, hogy legyen az a darab, ami összehúzódik. Ez egy a barna törp, tehát ez egy 80 Jupiter tömegben meghatározott és asztrofizikusok által kiszámolt tömeghatár, ami alatt barna törpékről beszélünk, ezekről mindjárt lesz egy picivel bővebben szó. Illetve eközben, mint a csillagkeletkezés közben, mint ahogy az univerzumban minden más is, ez a felhő forog. Gondoljunk bele, a Föld forog, meg kering a Nap körül, meg a Nap forog, meg kering a galaxis centruma körül, meg a mindenhol lévő elektronoknak van valamilyen impulzus momentum, azaz forgásszerű tulajdonsága, forgás valahogy mindenhol ott van. És ahogy ez a felhő forog és húzódik össze, úgy az anyag, ebben a gázban lévő anyag, egy diszké, egy korongá fog összehúzódni, ami a protocsillag, majd később a csillag körül létezik. Ezt a korongot nevezik protoplanetáris korongnak, és egy ilyennek a felvétele, rádiótartományú felvétele látható ott a jobb oldali ábrán. Ez az a hely, ahol a bolygó keletkezés végbe fog menni. A keletkezés elméleteknek két típusa van. Először megyük a gravitációs instabilitási elméletet. Ez azt mondja ki, hogy úgy keletkeznek a bolygók a csillagok körül, ahogy a csillagok maguk is, tehát valamilyen instabilitás hatására elkezdenek csomókban összehúzódni, elkezd a korongnak bizonyos részei csomókban összehúzódni. Mint minden becsületes tudományos elméletnek, a megfigyeléseket ennek is magyaráznia kell,
És az a megfigyelés az egyik, hogy vannak óriás bolygók, lásd naprendszer, ez az elmélet, ez bőven az exobolygók kora elé is visszanyúlik egyébként. Óriás bolygók ez szerint úgy keletkeznek, hogy a pici összetömörödött akármi, az nagy mennyiségű gáz gyűjt magára, és utána a földszerű, tehát kőzett bolygók, azok meg úgy keletkeznek ezekből a bolygókból, hogy a légkör az valamilyen módon eltűnik, például a csillag az valahogy lenyúzza róla, benyeli. A bolygóknak is van, a bolygók tömegének is van egy felső korlátja, amit 13 Jupiter tömegben állapítottak meg, vagy hát határoztak meg. E fölött ugyanis barna törpékről beszélhetünk, és a barna törpékre, ha még emlékszünk, van most már két tömegkorlátunk, tehát igazából ezeket is be tudjuk határolni. Ezek olyan objektumok, amikben ugyan hidrogénfúzió közvetlenül még nem, meg stabilan semmiképpen nem mehet végbe, tehát csillagoknak nem igazán tudjuk őket tekinteni, de azért deutérium fúzió, mint a hidrogénnek egy speciális módosulata, az néha-néha előfordulhat, tehát már nem igazán beszélhetünk bolygókról sem, mert valamilyen szintű energiatermelés legalábbis elképzelhető. Azért ezek nem lefutott körök, mint ahogy azt itt érezni fogjuk a keletkezés elméletek végigvétele során folyamatosan, ugyanis ahhoz, hogy ez az instabilitás mentén kialakulhassanak bolygók, elég gyors lehűlésre van szükség, viszont a nagy sűrűség, ami meg amúgy kell az instabilitáshoz, az meg ezt nem teszi lehetővé. Szóval azt találták mindenféle elméleti számolások mentén, hogy csak a csillagoktól nagyon távol, több mint 40 csillagászati egységnyire keletkezhetnek bolygók, csillagászati egység fogalomtól szintén nem kell megijednünk, ez az átlagos napföld távolság, következésképp mi itt épp egy csillagászati egységnyire vagyunk a naptól. Szóval ez az elmélet így önmagában a naprendszerre annyira nem lehet jó. A viszonyítási alapként a Neptunusz, mint legtávolabbi bolygó, az is csak 31 néhány csillagászati egységre van, nagyjából 30-ra. Szóval van egy ezzel versenyző tudományos elmélet is, ez pedig a bolygó maga akréciós elmélet. Nézzük most akkor ezt. Ilyen formán arról van szó, hogy ugye azt beszéltük, hogy a protoplanetáris korong az főként gázból, meg egy nagyon kevés porból, jellemzően szilíciumot tartalmazó dolgokból áll, és ezek mikrométeres nagyságrendű szemcsék. Na most, hogyha ezek elkezdenek egymással ütközni, akkor elképzelhető, hogy milliméteres, akár centiméteres, úgynevezett agglomerátumokká fognak összeállni, amelyek további ütközések során alkothatnak méteres, de akár kilométeres nagyságig eljutó planetezimálokat is, amelyek még további ütközések során, meg egyébként a gravitációs vonzásuk hatására alkothatnak földszerű bolygókat, és a földszerű bolygók, tehát a kőzett bolygók, pedig tudnak a korongból maguknak kellő atmoszférát gyűjteni, így keletkeznek az óriás bolygók. Azért ezek sem lefutott körök, ugyanis a csillag az egyszerűen megsemmisítené a ütköző porszemcséket, az ütköző agglomerátumokat, egész 10 csillagászati egységig kinyúlóan egyszerűen belehullanának a fejlődésük során a kis keletkező objektumaink. Ugyanakkor minél nagyobbak a szemcsék, annál nagyobb lesz az ütközési sebesség, amivel egymásra találnak. Ez meg azt jelenti, hogy összetapadás helyett egyszerűen szétaprózódnak. Szóval ezt a részét a dolgoknak egyáltalán nem értjük. Ugyanakkor, ahogyha mégis sikerülne tovább lépniük, akkor eljutunk a csillagászok kedvenc folyamatához és vagy fogalmához. Ugyanis a nagyobb planetezimálok forgásuk és mozgásuk és keletkezésük során tudnak olyan turbulenciákat kelteni, amivel a növekedésük meggyorsulhat. Ezt a folyamatot nevezzük gravoturbulens planetezimál koagulációnak. Ígérem, ez lesz a legdurvább kifejezés, amit ma itt elhangzik. És ilyen formán, hogyha van egy csomó planetezimálunk, ami szeret összeütközni, ezt az ütközési, hát mondjuk szeretetet, ezt úgy fejezzük ki, hogy a pályahajlásuk, mint inklinációjuk, tehát ez az alapirányhoz vett, valamilyen alapirányhoz vett szögük, ami a naprendszerben kb. Minden bolygóra ugyanaz, a planetezimálakra az jelentősen eltér egymástól, illetve a excentricitásuk, az én nyelvem is beletörik,
mint a pályájuknak a kör alaktól való eltérésének a mértéke is jelentősen tud változni. Ez a két mennyiség pedig azt teszi lehetővé, hogy egyre többször ütközzenek, ez meg akkor azt eredményezi, hogy mégiscsak tudnak ezek tovább növekedni. És ha van egy földszerű bolygónk, ami kialakul a planetezimálok ütközésével, meg a gravitációs vonzásukkal, akkor ez tud magának nagy köppenyt gyűjteni, ami úgy, tehát egészen addig, amíg a környezetét ki nem üríti, ennek a kifejezésére szolgál itt látható Hill-szféra, Hill-szférának a sugara egészen pontosan. Ez azt is megmondja, ha már itt tartunk, hogy milyen messze kerülhet a bolygótól egy holdja, tehát a holdunk milyen messzire kerülhet például, hogy még a Földhöz kötött maradjon, és a nap például ne nyelje el. Világos, hogy a csillagtól mért távolságtól függ meg a bolygó és a csillag tömegétől. Azt látjuk, meg azt találták újabb elméleti számolások során, ugye ez nagyon bonyolult ilyen megfigyeléseket végezni, mert itt millió évekről van szó, még ha nem is milliárd évekről, mint a naprendszer kora, vagy az univerzum kora, de millió éves megfigyeléseket nyilván nem fogunk tudni végezni, tehát maradnak az elméleti számolások. Azt találták, hogy például egy Jupiter méretű bolygó az olyan 20 millió év alatt tudna létrejönni ilyen módszerrel. És mi az, amit ebből mégis meg tudunk figyelni? Volt a NASA-nak egy kiváló missziója, sőt még mindig aktív, remélhetőleg az előadás egy másik komponens, előadás sorozat egy másik komponensében erről több szó lesz majd, a New Horizons nevű űrszonda, amelyet 2006-ban indítottak útjára, és amelynek célja az volt, hogy a Plutót, mint törpe bolygót közelről vizsgálja meg. Ezt meg is tette 2015 nyarán, ha jól emlékszem, majd tovább indult egy még kijebb lévő objektumra, ez az objektum az Arrokoth nevet kapta, és ezt, itt látható alul a képen, 2019. január 1-én közelítette meg az űrszonda, és akkor készítette ezeket a felvételeket róla. Amit a felvételről látunk és el kell mondanunk, ez az a vöröses szín, amiből következtetünk arra, hogy itt rengeteg vasoxid várható, illetve ez a hóember alak, ami szinte ne tévedjen meg senki, ne tévesztődjön meg senki, ez egy lapult hóember, szóval nem egy igazi hóember azért, de egy ilyen lapult hóember alak, aminek a jelentősége az mindjárt világossá válik. Ugyanis ez egy annyira ősi objektum, hogy ennek a vizsgálatával a naprendszer egész korai kezdeti szakaszaiba tudunk betekinteni, és azt találták, hogy itt az ábrán látható módon, ábrán látható keletkezés elmélet az, ami leginkább megfelel az Arrokoth keletkezésének, az Arrokoth formájának, ugyanis a két egymáshoz közel, tehát a két darabkája, a hóember két darabkája, az egymáshoz közel kellett, hogy keletkezzen, ugyanis ahhoz, hogy ilyen alakja lehessen, ahhoz nagyon kicsi ütközési sebességgel kell találkozniuk, ezt ez a bonyolult táncnak is szokás nevezni, a nyilak prezentálják kiválóan, hogy jöhetett létre. És ebből arra következtettek, hogy ez nem mehetett végbe a bolygómag akréciós elmélettel, a hierarchikus akréciós elmélettel, mert az túl nagy ütközési sebességekkel járna. Maradt tehát a gravitációs összehúzódás, legalábbis az Arrokothra biztosan. Szóval tegyük fel, hogy értjük, és tegyük fel, hogy van egy korongunk, amiben vannak bolygók. Ezek a bolygókra semmi nem mondja azt, hogy ezek ott fognak maradni, ahol megkeletkeztek, ahol létrejöttek. Ugyanis például a kis tömegű bolygók, mint ahogy ez az ábra egyébként mutatja, kölcsönhatnak az őket körülvevő korongban lévő gázzal, mindenféle spirálhullámokat és egyéb izgalmas dolgokat keltve, és impulzus momentumot cserélve, magyarul a gáz és a sűrűség hullámok ezt bolygót sodorva, a gáz maga is, de amúgy a bolygók is egyre közelebb kerülnek a csillaghoz, sőt, a gáz ugye el is tűnik, megfigyelési vonatkozás, nagyon kevés protoplanetáris korongot látunk, következésképp elhiszik, hogy a csillag elnyeli a korongot. Mindenesetre a bolygó az legalább, és a földszerű bolygók főleg legalább közelebb kerülnek a csillagukhoz, de az is elképzelhető, hogy eltűnnek, elnyelődnek teljesen. Ezt a folyamatot nevezzük első típusú migrációnak, ami a földszerű és kőzetbolygókat, földszerű vagy kőzetbolygókat írja le. A második típusú migráció az óriás bolygókra vonatkozik, itt a kialakuló spirálhullám, szintén talán az ábrán még itt jobban is látszik,
nem hat annyira jelentősen kölcsön a bolygóval, tehát nem tudja annyira intenzíven elsodorni. Mégis a mozgó gázkorong és a befelé hatoló gázkorong azért a csillaghoz közelebb sodorja a bolygót is, és azt gondoljuk legalábbis, hogy a bolygó az a fejlődése, keletkezése során rést nyit a protoplanetáris korongban, amit szintén megfigyelésekkel tudunk alátámasztani. Nézzük ezt a csodálatos ábrát, amin annyira nem látszanak azok a rések és gyűrűk, de például a, én látni vélem innen legalábbis a bal alsó és egyezőre balra lévő ábrán főként a különböző és kialakult és nagyobbnál nagyobb úgynevezett gepeket vagy űröket, amit azt gondoljuk, hogy a bolygó kelt. De csak ezt gondoljuk. És akkor térjünk rá az egyáltalán nem tisztázott problémáira a bolygó keletkezésnek, ugyanis én azt gondolnám, hogy itt több kérdést vetettem föl önöknek, mint amennyit megválaszoltam. Nem titkolt cél volt ez. A bolygó keletkezés ez egy nagyon-nagyon-nagyon fiatal tudományterület, legalábbis a megfigyelési vonatkozásokkal alátámasztott része az biztosan nagyon fiatal. Nem tudjuk igazából, hogy miért nem nyelődnek el a csillagok által a bolygók. Nem értjük, hogy például kettős csillagok körül hogyan keletkezhetnek bolygók, ugyanis arról nem is beszéltünk itt és most, de a csillagok kevesebb, mint fele szeret magányosan létezni, mint a nap. A többségük az kettős vagy többes rendszerekben van, ez nyilván csak annyit tesz, hogy közel van kettő vagy több csillag egymással, és keringenek egymás körül. De azt is tudjuk, hogy ilyen rendszerekben is vannak bolygók, hogyan keletkeznek, elképzelésünk sincs igazából. Az árapályerőknek és a fellépő gravitációs erőknek egyszerűen nem lenne szabad, hogy lehetővé tegyék. És ha emlékszünk még vissza az iménti ábrára, az űröket, amelyek annyira nem látszanak, de azért egy kicsit sejteni véljük őket, nem látjuk bennük a bolygót. Nem csak mi és önök itt most, mert az ábra nem teszi lehetővé, hogy egyébként sem látjuk bennük a bolygókat. Nem értjük, hogy ez miért van igazából. És akkor térjünk át az előadás második felére, a bolygórendszerek, exobolygórendszerek megfigyelési módszereire. Az egy kézenfekvő gondolatnak tűnhet, hogy ránézünk nagy távcsővel a csillagra, és akkor készítünk felvételeket, fényképeket konkrétan, amin majd jól látszanak a bolygók is. Na most ez egy szinte lehetetlen feladat, ugyanis a csillagok azok sok nagyságrendel fényesebbek lesznek, mint a bolygók. Hogy ezt megoldjuk, az úgynevezett koronográfia technikáját szeretjük alkalmazni, ami pedig azt jelenti, hogy a csillagot egész egyszerűen eltakarjuk valamilyen nagyon picik is akármivel. Itt az ábrákon pont ez látszik, hogy a központi csillag az ki van takarva egészen egyszerűen. És ilyenkor már láthatóvá válnak a kis B és egyébként CD meg E-vel is jelölt, ott a bal felső ábrán bolygók, amik kis fényes pöttyként jelennek meg. Külön szeretném felhívni a figyelmet a Beta Pictoris jelű rendszerre, ez a jobb felső, ugyanis itt látjuk, ez a rendszer azon kevés csillagok közé tartozik, ahol látjuk a törmelékkorongot a csillag körül. Sőt, ez annyira extrém és izgalmas rendszer és aktív kutatás tárgya ebben a pillanatban is, hogy itt exo üstökösöket is látunk, tehát nem csak bolygókat, hanem azokat a dolgokat, amiket felnézünk az égre, és mondjuk kettő éve nyáron is láttunk akár innen a obszervatórium kertjéből például. Ilyeneket is ismerünk már. Minden esetre, hogy érzékeljük, hogy ez mennyire nem egy igazán effektív módszer, térjünk vissza a kezdeti paramétertér eloszlásos ábrához. Itt, hát igazából szinte láthatatlan, de ott a jobb felső sorokban a szürke pöttyök között van 6 darab kék színű pötty, ez az 5000 bolygó közül, amit ilyen közvetlen képalkotásos módszerrel fedeztek fel, hát érezzük, hogy ez igazából egy elhanyagolható mennyiség. Illetve van még további problémája is, ugyanis ez nagyon nem triviális, hogyha látunk egy kis világos pöttyöt, az tényleg bolygó-e. Viszonylag híres példa a Fomalhaut rendszernek a bolygója, vagy hát a csillagnak a bolygója, ugyanis ezen a felvételen konkrétan az látszott, legalábbis úgy tűnt, hogy ott van igenis egy bolygó, de aztán további megfigyelések során ez a bolygó hirtelen eltűnt. Na most itt nyilván nem arról van szó, hogy a bolygó az fogja magát és megszűnik, hanem az eredetileg sem bolygó volt minden valószínűség szerint, hanem valamilyen korábbi, akár meteor ütközésnek a maradványa.
A következő módszer, ami szintén egy nem túl népszerű és nem túl egyszerű módszer, az a gravitációs fényelhajláson működik. Ennek az alapjait az általános relativitás elméletben kell keresni, lásd két előadással korábban. Arról van szó ugyanis, hogy egy lencséző objektum, lásd ezt középen, a kép közepén az a vöröses színű valami, az olyan fénysugarakat is felénk tud hozni, amelyeket egyébként mi nem látnánk, mert elmennének mellettünk, és akkor, hogyha a vörös objektum hátterében, tehát jó messze tőle, de mögötte lenne az a elkent alaknak, kiken színű alaknak megfelelő másik galaxis, itt galaxis halmazokat, látunk egész galaxis halmazokat, akkor ha megvan ez a kollinearitás, tehát hogy a megfigyelő, a lencséző vörös színű objektum, meg az a kékes, számunkra izgalmas objektum egy vonalba esik, akkor egy ilyen izgalmas gyűrűszerű, Einstein gyűrűnek nevezett effektust láthatunk. Ez az általános relativitás elméletnek egy közvetlen bizonyítéka, hogy ilyenek vannak. Na most, ha nem nagyok, nem ilyen nagyok az objektumok, amiket megfigyelünk, se a lencséző objektum, se a megfigyelt valami, hanem bolygó és csillag méretűek, akkor nem egy felbontott gyűrűt látunk, hanem egyszerűen egy kis felfényesedést. Ezzel a módszerrel is vannak problémák, természetesen. Lassan ideig jutunk, hogy természetesen kell mondanom. Ugyanis ez, mint azt érezzük, ez a kollinearitás, ez nem egy megismétlődő dolog, és mi a tudományban azt szeretjük, hogyha egy kísérletet akármikor meg tudunk ismételni. Tekintsük most itt az ábrán látható, itt a baloldali ábrán látható fénygörbének nevezett objektumot, amely kifejezés megint olyasmi, amitől nem kell félni, ez egyszerűen a fényességnek az időbeli változását jelenti. A gravitációs mikrolencsézés folyamata, ez jelenti a felfényesedést, az egyszerűen ezt a fő púpnak megfelelő felfényesedést okozná. Itt a különböző színek, azok különböző méréseket jelölnek csak, a rájuk illesztett, mellettük lévő folytonos fekete görbe viszont ezeknek legjobban megfelelő fizikai, matematikai modellt jelenti. Na most látunk a fő púp mellett egy pici mellékpúpot is. A fő púpot egy lencséző csillag okozza, de a mellékpúpot okozza a csillagnak egy bolygója. Na most ez elég nehéz detektálni, és ilyenekből is, mint azt már említettem, elég kevés rendszert ismerünk. Az imént is látott szürke, pöttyös ábrára visszatérve, most már lilás színnel látszanak szintén a ábra jobb oldalán azok a bolygók, ez a nagyjából azt hiszem, hogy 7 vagy 8 ilyen rendszer van, amit gravitációs mikrolencséléssel fedeztek fel. Térjünk rá akkor ezeknél népszerűbb és effektívebb módszerekre. A második legjobb módszer, mondjuk így, az a Doppler eltolódáson alapul és a radiális sebességek kimérésén. Itt vannak nagyon bonyolult fogalmak. Először is a Doppler eltolódást, ezt szinte biztos vagyok benne, hogy mindenki érzékelte, még ha nem is tudja, hogy érzékelte. Ugyanis, ha figyelünk egy mentőautó szirénájára, ami akár felénk jön, akkor azt fogjuk hallani, hogy egyre magasabb frekvencián érezzük ezt a szirénázást, minél közelebb jön hozzánk, majd amikor elhalad mellettünk, akkor ez a frekvencia az csökkenni fog. Nyilván itt le kell választani azt, hogy mi az, hogy hangosabb, és mi az, hogy magasabb frekvenciájú, de akinek egész jó hallása van, ezt már biztosan meg is tudta figyelni. Teljesen hasonló jelenség figyelhető meg a csillagok színképében, vagy spektrumában, aminek egy példáját láthatjuk ott a bal oldalon. Ugye ettől sem ijedünk meg, hiába tudományos kifejezés, ez csak azt jelenti, hogy látunk egy szivárványt. Tehát, hogy a szivárvány az például a napnak a spektrumát kívánja jelenteni. Ha elég jó műszerekkel nézünk színképet, csillagok színképét, akkor nem csak a rengeteg színkomponenst, felbontott színkomponenst fogjuk tudni megfigyelni, hanem az ezekben megjelenő fekete abszorpciós vonalnak nevezett csíkokat, amiket szintén ott látunk. Na most, a Doppler effektus mentén, ahogy azt az imént hallottuk, hullámhozban vagy frekvenciában kifejezve igazából ez mindegy, a csíkok helyzete elmozdul, ahogy a csillag, amit megfigyelünk, elmozdul. És pedig a csillag azért fog elmozdulni,
Mert valójában nem arról van szó fizikai értelemben, matematikai értelemben, hogy a bolygó a csillag körül kering, hanem ha egész precízek akarunk lenni, akkor a bolygó és a csillag mindketten a közös tömegközéppont körül keringenek, vagyis a csillag is, ha nagyon picit is, de a csillag is el fog mozdulni valamennyit. Ez az, amit a csillagok színképéből ki tudunk mutatni, és ez az, aminek a úgynevezett radiális sebességét, tehát a csillagok ilyenkor a radiális sebességét mérjük ki, ami azt jelenti, hogy a látóirányunkba eső komponens, sebességkomponenst tudjuk csak megfigyelni. És ennek a maximumából meghatározható a csillagnak és a bolygónak a tömegének az aránya, vagyis ha elég jó csillag modelljeink vannak, akkor utána megismerik a bolygónak a tömegét is. Szeretjük a bolygó tömegét megismerni, mint azt a legelején hallottuk, ha 13 Jupiter tömeg fölé megyünk, akkor már nem bolygóról beszélünk. Mi meg itt helyben a Gotthard Obszervatóriumban főként szeretünk bolygókkal foglalkozni. Ilyen módszerekkel azért már mi is foglalkozunk itt helyben, Szombathelyen. És ahogy, tehát itt, ennek a módszernek az lenne a lényege, hogy a színképet, a csillag színképét vizsgáljuk az időben sokszor. Nagyon sok felvételt készítünk róla, lásd ott fönt az ábrán, az mondjuk épp nem egy csillag bolygó, hanem egy csillag-csillag rendszerről készült, de ettől függetlenül így néz ki egy radiális sebesség görbe, ami ugye a csillag látóirányba, csillag sebességének látóirányba első komponensének az ábrázolása az idő függvényében. Most itt a vízszintes tengelyen nem időt látunk, amitől szintén nem kell megijedni, ez a keringési fázis nevű valami. Ez azt jelenti, hogy amikor ez nulla, akkor a bolygó az éppen köztünk és a csillag között lenne, amikor ez egy, akkor a csillag van a bolygó és köztünk, és ilyen módon lehet még jobban, még finomabban, még kifinomultabban tanulmányozni a mindenféle bolygórendszereket. Azért azt is vegyük észre, és térjünk át most akkor itt a baloldali ábrára, hogy az ezen lévő citromsárga pöttyök, azok már nagyon sokan vannak. Tehát, és főként eleinte, ugye ezek jelentik azokat a bolygórendszereket, amiket radiális sebesség módszerrel fedeztek fel. Eleinte főként az első exobolyók kutatás nagyjából első 10-15 évében ez volt a legjobb módszer a exobolyók felfedezésére. Ezt kiválóan reprezentálja az, hogy mennyi sárga pötty van, és főleg a korábbiakhoz képest. De akkor térjünk rá a legjobb módszerre az exobolyók felfedezésére, amivel itt a Obszervatóriumban Szombathelyen napi szinten nagyon sokat foglalkozunk többen is, például én is. Arról van szó, hogyha figyelünk egy csillagot folyamatosan, akkor ha annak van egy bolygója, és az a bolygó elhalad köztünk és a csillag között, akkor a csillag fényességét egy nagyon picit kisebbnek látjuk, amikor éppen elhalad a bolygó köztünk. Ezen alapul az úgynevezett tranzit módszer, vagy fotometriai módszer. Fotometria, mint fényességmérése, nyilván ezen sem lepődünk meg. És itt is szeretünk örülni annak, hogy minél nagyobb a bolygó, ugyanis minél nagyobb sugarú egy bolygó, annál nagyobb lesz az a fényesség csökkenés, tehát annál könnyebben észrevehető ez az effektus. Annak meg főleg örülünk, hogyha egyszerre tudunk kimérni spektrumot, és spektrumban változást, tehát radiális sebesség változást is, és amúgy fedéseket is egy csillagnál, mert így aztán a bolygóról mindent meg tudunk mondani, meg tudjuk mondani, hogy az mekkora, milyen sűrűségű és minden egyéb hasonló jóság. Itt a piros pöttyök hivatottak azt jelenteni, hogy mennyi bolygót fedeztünk fel így, hát szinte összes többi, és messze menőleg a legtöbb bolygót így fedeztük fel. A jobb oldalon pedig egy nagyon egyszerű példát látunk arra, hogy ez a fényesség csökkenés valóságban hogyan is néz ki. Ott középen látható az apró fényességbeli lecsökkenés, ami a bolygót jelenti. Az ábrának egyébként különösen érdekes magyar vonzatai is van, bár ez alkalommal nem a Gotthard Obszervatóriumhoz kötődik, ugyanis ez a bolygó felfedezése, ez az úgynevezett HET-P2B jelű bolygó konkrétan, ebből a HET, az a Hungarian Made Automated Telescope Network-re utal, magyarul magyar készítési automatizált teleszkóp hálózat, amit, mint a neve is mondja, jelentős magyar vonatkozásokkal bír. És akkor térjünk rá a legutolsó al és pici fejezetre,
exobolygó kutatási jelenére és inkább jövőjére. A fotometriát azt a legjobb úgy végezni, hogy egy űrtávcsőnk van. Ezt mindennél jobban a középen felül látható Kepler űrtávcső bizonyította be. Ehhez a korábban látott piros pöttyök messze túlnyomó része, több ezer piros pötty kötődik. Sajnos ez már nem aktív távcső, de jelenleg is vannak azért eszközeink a exobolygók megfigyelésére. Például a bal felső sorokban látható úgynevezett TESS űrtávcső, mint Transiting Exoplanet Survey Satellite, tranzitos exobolygókat megfigyelő műhold. Az egész égboltról készít szinte felvételeket, és nagyon örülünk, mikor mindenféle megfigyeléseit elemezzük itt házon belül, az obszervatóriumon belül, mert ez az, amivel tényleg napi szinten foglalkozunk. Aztán van jövőképünk is, ugyanis az Európai űrügynökségnek a következő 4, 5, 6, 7, 8 évben, mert 2028-9-ig bezárólag kettő újabb missziója is várható. Az egyik a jobb oldalt látható, hát amennyire látható, Plato űrteleszkóp lesz majd, ami nagyon sok relatíve kicsi távcsőből áll majd, és szintén az egész égboltot szinte feltérképezi majd, exobolygók után kutatva elsősorban. Majd 2029-ben, ahogy az a bevezetőben hangzott el, az Ariel űrtávcső is felbocsátásra kerül várhatóan, és nagyon reméljük, ami pedig minden korábbinál jobb és izgalmasabb újdonságokhoz vezethet majd a bolygó felfedezések és a bolygók elemzése terén, ugyanis ez már ismert exobolygó rendszereket fog majd detektálni, azért elsősorban, hogy azokat minél jobban megértsük, azért, hogy a bolygók keletkezését például és a bolygók szerkezetét megértsük. És akkor a legaktívabb, legfrissebb, legérdekesebbnek tekinthető témakörbe is elkalauzálnám önöket. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon friss tudományterület, még az exobolygók frontján is. Ugyanis, ha megfigyelünk és elég nagy pontossággal figyelünk meg egy bolygórendszert, akkor azt is láthatjuk, itt a bal alsó ábrát érdemes figyelni, hogy a légkörének, a bolygónak, a légkörének a hatásait is detektálni tudjuk. Ahogy azt többször is elmondtam, maga a tranzit, tehát maga az, hogy átvonul a csillag előtt egy bolygó, az egy nagyon pici effektus, nagyon pici fényváltozás. Na most ez ott a bal oldalt felül, az a nagy, két nagy piros beesés, ez az a nagyon pici változás, hogy érezzük, hogy mennyire kicsi az az effektus, ami a bolygó légköréből származik. Ez az a nagyon pici hullámzás, amit ott láthatunk rárakódva ott az ábra közepén. És ugye ez meg annak köszönhető, ahogy az itt felül látszik, hogy a bolygó csillagfelé része az egy kicsit forróbb a csillag miatt, meg a bolygónak van valamilyen saját sugárzása, szintén a csillag miatt, amit valamikor lead valamilyen pontján a keringésének. Ezt mind próbáljuk kimérni, ki tudjuk mérni, és néhány bolygóra ezt már ismerjük is. Minden esetre ezt minél jobban megértjük, annál inkább fogjuk a bolygók, exobolygóknak akár a belső szerkezetét is megérteni. Érzékeljük, hogy ez egy hatalmas dolog, mert egy nagyon távoli dolgoknak, nagyon távoli és nagyon pici dolgoknak egész pontosan tudjuk megmondani a felépítését. Ezzel a gondolattal szeretnék eljutni az elmúlt néhány perc, vagy hát igazából ez több volt, mint néhány perc, záró szaváig. Azt szeretném, hogyha megegyeznénk így a mai alkalomról, hogy mi itt a naprendszeren belül nem vagyunk kitüntetett helyzetben, mindenhol naprendszerek vesznek minket körül. Az, hogy ezek hogyan keletkeztek, az, hogy mi hogyan keletkeztünk, azok még egyáltalán nem lefutott kérdések. Itt az aktív kutatás igényel még, illetve azt láttuk és azt tudjuk, hogy exobolygókat legjobban úgy szeretünk megfigyelni, hogyha ezeknek a tranzitjait mérjük ki, tehát fotometriából figyeljük meg őket. És így azután láthatjuk egészen odáig el tudunk menni pontosságban, hogy a bolygóknak a légkörét is megfigyeljük. És ezekkel a szavakkal szeretném én megköszönni a figyelmet önöknek.